A NATO tagállamok bővítésének magyar vétóját szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, mert a világháború felé tett újabb lépés provokáció volna a katonai szövetség bővítése Oroszország határán, míg a semleges zóna nemzetközi érdek is. Nincs problémánk Finnországgal és Svédországgal, de az ő érdekük is, hogy ne szélesítsük a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásukkal épp most. Európa békéje és a törékeny egyensúly akkor biztosított, hogyha Oroszország és a NATO nem, vagy csak alig határos egymással, mert van egy katonailag semleges vagy úgynevezett puffer zóna. Eddig északon Finnország és Svédország töltötte be ezt a szerepet, Közép-Kelet-Európában pedig Ukrajna. Az elmúlt másfél, illetve az elmúlt fél évben láthattuk, hogy ennek a pufferzónának a megszüntetésére, azaz Ukrajna globalizálására, a nyugati szövetségi rendszerbe való integrálására irányuló kísérletet automatikusan a másik fél durva reakcióját vonta maga után. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ebben a helyzetben a konfliktus világháborúvá szélesedésének elkerülése érdekében katonailag semleges legyen Oroszország szomszédsága, tehát Finnország és Svédország, sőt Ukrajna és délebre a többi volt szovjet tagköztársaság is. Magyarországnak felelőssége van abban, hogy a függetlenség helyett katonai felvonulási területté vált sajnos hazánk. Fegyverszállítmányok mehetnek át rajtunk keresztül, Románián és Szlovákián át Ukrajnába. A Magyar Honvédség parancsnoka pedig júliusban titokban meg is látogatta az ukrán vezérkart. Erről csak utólag ukrán híradásból értesültünk. Az ottani fegyveres erők vezetője úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével. Vajon mit tudhat ő, amit a magyar kormány nem köt az órunkra? Sajnos azóta a balti légteret is a magyar Gripenek biztosítják, és konfliktusba, összetűzésbe is kerültek már orosz vadászgépekkel. A Mi Hazánk mozgalom szerint tehát itt az ideje, hogy a NATO bővítés vétójával Magyarország végre fellépjen a háború kiszélesítése ellen.